Köszöntöm kedves nézőinket, én Szirkán Margit vagyok, és ez itt az Egymás Közt, az Intéti Beszélő műsor. Helyezzék kényelembe magukat, a mai témánk a férfi lélek értelmei, hisz mindannyian tudjuk, hogy a férfiak mindig disznók, mivel mindig csak az jár a fejükbe. Innen is vittünk. Kéthetes, főnöki szoba volt ez. Ki sem lehet látni rendesen. Azért volt a fikusz az ablak előtt, hogy ne lehessen látni, hogy nem lehet kiállni. Egész nap égett a villany a sötétség miatt. De egyébként a főnök volt. Miféle? Honnan tudja? A mi dolgunk úgy mi az? Főfőnök, alfőnök, segédfőnök, mellékfőnök. Ki tudja melyik melyik? Mi nekünk csak azt kell tudni, hogy berúgták, kirúgták, vagy áthelyezték, meg hova kell cuccolni, és hova lesz a fikusz. Hoppá, elhívettem. Azt hittem, itt lakik az ügyfőnök. Az a kimola. Csókolom! Épp a minap láttam valamelyik újságárusnál az egyik címlapon. Na hát, tényleg? Csak azt nem tudom, hogy melyik lapban. Csók és még meglepetés. Tessék. Az két újság. Mind a kettő címlapján én vagyok. Szóval nem itt lakik az ügyfőnök. Jó, de igen, csókolom. De, még nincs, de nem sokára. Tudják, mikor jön? A barátnőmnek maga a kedvence. Nem mondja. De, ha maga van a tévében, akkor mindig felhangosítja. Ez még nem mindig némán megy. Adna egy autókamot? Persze. Hogy tud ez egyébként? Úgy tessék, hogy Ágikám. Tessék, és üdvözlöm Ágikát. Szóval, maguk találkoznak először az új főnökkel? Az nem biztos. Igen, mi? Esetleg szólhatnának, ha megjött, rajta van a telefonszámom, csak hogy minél hamarabb üdvözölhessen. Amint megjön. Köszönöm, fiú. Minden jó. Láttad ezt? Láttad? Ágika, oda lesz a boldogságtól. Ilyen seg nincs még egy a világon. Ez olyan, hogy visszaköszön. Ez egyedül is beülhetne a műsorba. Szákiul a műsorába. Miért nem volt nálam valami rendes papírja? Megörülök ezekért a csajokért. Ha én egy ilyet hozom, ilyet. Hát, veszek a sarkon egy képületet és belerakom. Ha, essünk belé. Nem is eszünk. Hát, eszünk később. Azt nem. Valóban jön léki, nem megy. Egyébként is utálom a szűgölést. Utálod? Hát te nem vagy magadnál napi, inkább fél lábon ugrálnál az örömtől. Kinek kellene még, ha ezek nem rúgdosnák egymást ki meg, de mit csinálnék az esztergályos marosztat vizsgámmal? Lebontották a fejük körül a gyárat. Tudod, mi volt ott? No, ne tudd meg! Hova na, Jugi? Istenem, a száki imola! Így begerjed. De mi között hozzá? És te mit csinál meg 8 általánossal? 6. Jól van? Hoppá, az más. Nem bírtam. Egyszer buktam, aztán annyi. Pácsás, itt nem jutottál el. Hát se jöttnél róla egy kicsit, Béni. Majd egyszer.
Nem sokára jön. Kicsoda? Gondolom az új főnököt keresi a Bader művésznő. Nem vagyok én művésznő. Jaj, dehogy nem. Mi állunk a Bader annak fogalom? A barátom odáig van magától. Csak magának is ilyen, hogy a feltetett társakot. Meg tud hozzáni hozzá. Annyira örülne, ha egy apjogramot. Hát, ha annyira örülne. Ez már elállítva. Akkor a hátulján. Használ, kapvére nem írok. Te nem, nincsen nálam, itt nálad. Ha esetleg ideadná a névjegyét? A névjegyem magának. Mi találkozunk először az új főnökkel, és akkor rögtön hívhatnánk a mobilját. Ügyes, akkor diktálom számom, érje fel valahová. A névjegy hátulja meg tiszta. Arra adhat autogramot a Lacinak. Ó, de ügyes. Ágikának. Ágikának. Nagyon fog örülni. Aztán jöjjön az a telefon. Benedek. Benedek. De tulajdonképpen csak Béni. Béni. Az valami elképesztő. A tévében sem rossz, de így? Hát, micsoda van? Na, add el az autogramot. Majd ha leírtam a számára. Látod, akkor ki? Hogy ezek járnak? Egyszer csak leszállnak a képernyőről, és jönnek, mennek. Mint ha voltál is emberek lesz. Miért nem azok? Miért azok? Na, szeretném tudni, mi ez az új főnök. Megnézném magamnak, hogy tudjam, kire repülnek így a nők. Rárepülnek a székére. Székére? Még be sem hoztunk. Na jó, fejezzük be a kaját, aztán fűt. Mi nekünk nem kell tudni, hogy ki kinek dolgozik. Semmi közünk hozzá, hogy melyik a fő, a segéd vagy a mellék. Neked csak azt kell tudnod, hogy neked én vagyok a főnök. Mert te vagy a csoportvezető? Te meg a csoport. Hiába leszed a porizát. Na, én még ilyet nem láttam. Hát hozzá rendesen. Micsoda bunkóság, megfekszi a gyomrodat, aztán nem lesz nekem csoport. Húvány a nyugi. Bár, azt mondják, küldenek ide még valamit. Rám kért. Belefeszülök a buszfokozásra. Egy költöztető, aki nem bírja a húzókodást. Meg vagyok én állva veled. Mindegy, kiosztjuk a fikuszt az új fiúra, aztán boldoguljon, ahogy tud. Ne. Jó lesz, megkorty. Megvan. Tényleg jártunk itt. Ott voltak onnan egy marha nagy könyves volt. Úgy látod tele. Szentségedről mennyit tele rámolni. Aztán kiderült, hogy nincs könyv. Csak a könyvkegyszer fölragasztva van, mint aktorra. Mögöttük meg egy üveg Vilmos körtek. Na, ugye, az bizony jó volt. De ez nem. Annak idején csak a sört vizezték, most már a parizert is. Jó napot. Hello. Csak érdeklődnék, jó helyen járok-e? Aki idejön jó helyen, nem járhat. Ezt a címet kaptam. Cím lehet jó, attól a hely még szar. De is az új főnököt keresed, mi? Marha népszerű. Tulajdonképpen nekem csak holnap kellett volna bejönnöm, mert gondoltam előtt körülnézni egy kicsit. Szóval te vagy az az új muki, aki beígérte. Azt hiszem. Épp ideje volt. Felvételi papírjaid el vannak intézve? Nem. Lanci fél óra alatt lezavarod, és máma beszállhatsz. Na gyere, ő itt a Laci. Én vagyok a Béni. Ez itt Körbe a meló. Ez? Hát az a meló, hogy tele legyen, ami üres. Kérsz egy kis parizert. Maradt még egy kevés. Kösz, egy szeletet. Tegnap óta nem ettem. Pedig reggelizni rendesen kell. Abban nem lehet hova. Kalória nélkül beleszírsz. Egyébként ne aggódj, itt el lehetsz a világ végéig. Sosem ér véget a költöztetés. Van 50 iroda, ugyanennyi mozsas. Naponta kirúgnak, vagy áthelyeznek egyet. Ha kirúgják, levisszük a cuccot a raktárba. Ha kinevezik, föl a raktárból. Ha áthelyezik, át egy másik irodába. Ha új madár öpül a csúcsra, sokat rúgnak ki, és sokat neveznek ki, kenyér. Köszönöm. A kirúgottaknak jár a felmondás. Kitöltik. Bent rúgnak az irodában. Az újak kezdenék a melót, de nincsen hely, ezért a folyóson nyomorognak. Ha volt már, hogy 50 irodára jutott 75 főnök. Még a klotyóban is főnökbe botlottál. Ott székelt átmenetileg, amíg a dolgok rendeződtek. De mire rendeződtek? Kirúgták a főembert, jött egy új.
az kirúgta az elődje embereit, és felvette a sajátját, úgyhogy még azt sem mondhatjuk, hogy kezdődött előről az egészben, abba sem maradt. Ez egy tud igen. De csak hogyha költöztető vagy. És egyébként? Nem a mi dolgunk. Itt van például az az új hús, aki ebbe a szobába érkezik. Elég sötét. Lehet olyan, mint a nap, az mindegy. A szoba, az sötét. Ja, én is ezt akarom mondani. Ilyen szobában csak olyat raknak, aki mellett nem van senki. Mert ha áll mellette valaki, akkor három ablakos utca is. Tudod te, milyen irodák vannak a harmadikon? Csupa verő fény, a lábadnál az egész város, de ez... Aki itt kezdi, az kiskor. Én a helyében még nőnék egy kicsit. Megeszik vacsorára a szálkáit, meg kiteszik azt a tányér szélére. Olyan biztos? Rá is fogadhatjuk. Három hónapja van, aztán kirámoljuk azt, amit ma berámoltunk. Na, három hónap, egy üveg vilmoskörte. Vigyázzál a vénében, mindig fogadásokat tesz. Aztán ennyire ilyen szentnek katyáját. Múltkor jött egy új fölcső, a beiktatási beszédét mondta. Mire Bénivel lefogadtuk. És mire a posas befejezte a dumát, már várták az irodájában. Ennyi volt öreg, olaj ki vagyunk. Én meg azt hittem, hogy sütjön be a Béni vezényíten a dolgokat. Na, három hónap, egy üveg Vilmos. De drágábbik a 12 éves. Vagy be, Laci! Én figyelmeztetem. Na, intézd el a papírjaidat a munkaügyön. Földszint 7. Folyósó végén jobbra. Az ajtó Papundeki. Keresd a Rózsikát. Aztán gyere le a raktárba. Kérdezősködjél nyugodtan, úgyis eltévedsz. Engem keres, engem mindenki ismer. Igyekezz és soha megúrni. Jó, viszontlátásra! Elég szerencsétlen egy gyerek. Te sem voltál külön, mikor ide jöttél. Majd kikupáljuk. Így elsőre rendesnek látszik. Na, mi van? Hogy? Mit hogy? Hogy, mit hogy? Azt hittem, mert végeznek aztán magunk meg. Csak? Mit meg csak? Most minden azonnal. Karosszék, polcok, tárgyaló, asztal, fotel, kalapé, lápa, kettő, osztal, vizeti, konektor, tíz, négy, cikla, hat, oknok, év, három, tájékozni, asztal, gyerünk! Minden. TV, wifi, videó, távirányító, három telefon, kettő fejjel, kíros azonnal is, aki számítógép. Anélkül semmi. Megrendeztem mindent időben. Főszerkesség, nem lehet csak. Parizsásbe, kenyér, fói. Ja, és a páci. Arra nem volt szó. Régi Verte, ki a titkár bőröz. He, zongora nem kéne. Nem is rossz ötlet. Elment az eszem. Hát azért a zongora. Kicsoda? Na, gyorsan menjenek. Hozzá mindent, amire rendeltem. Gyerünk, gyerünk. Minek ez a nagy kapkodás? Magát is háromszor költöztetjük már. Fognak is még? Féljen, egyre féljen. Legutóbb valami kis sufnikos álmodunk be mindent a lépcső alá. Na most onnan hoznak föl mindent. Még lányom oda ki, a többit ide be. És futva. Gyere már végig. Ájjá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 j
végén. Nem végén, most! Hogy száradna el! Én! A figyúz! Hagyd az ügyet! Jó napot! Mit? Mi van? Hogy így? Hát odaad! Majdnem két! Három emelet! Meg van örülve! Mit akar? Az előtt itt voltak a szállítók. Marad tárva, a főszerkesztőség. Én tulajdonképpen Vatko Endrét keresem. Én vagyok, de én helyettes vagyok, nem foglalkozom szállítókkal. Bocsánat. A nevét. Kristóf Tamás. Ugye az új. Igazság szerint csak holnap kezdenék, de gondoltam, mert előtt nézek egy kicsit, hogy tudjam, hova jövök. Igen. Elnézést. Nagyon elnézést. Ide, igen, most még kezdetleges, de én minden ezek és holnapra is. Engedd meg, Patkó Endre, Patkó Bandi, de te nem az! Nem ki? Nem a betyár. Ki a helyen? Volt egy ilyen. Igen, a bakonyban. De csak én rakon. Persze. Itt minden betyárkodunk, sőt, kifejezetten, sőt! Persze. Csak semmi betyárkodás, mi alkotunk. Kérdezzük a helyettesed az Aligó rendelt mellé. Kicsoda? Tudod, jöttek az átszervezések, visszavonták a titulusokat, azt megváltoztatták, elnök igazgató, aligazgató, titkárnő, alsó felső királyász, aztán visszaállították, összevonták, rövidítették.
illetve az igazgató úrból Igor, aligazgató úr, Aligor. Most a csúcson van az Igor, alatta Aligor. Na, ő rendelt már ide a központi titkásra, központi állományból. Az micsoda? Akinek nincsen beosztás, ott várja, hogy legyen. Elfekvő? Igen, óvodos. Az. Hát itt aztán lesz munka. Igen, itt lesz rengeteg. És én tiszta szívvel, ahogy megkaptam a látszerűt, a kinevezést, azonnal új szervezeti egység megszervezésének is, és meglátod, a legjobb emléket hoztam. A titkán egy igazi gyöngyszem. De persze nem mindig mi válogatom a merénydelet, hogy így mondjam, hogy te meg én most már ugye mi, most már együtt vagyunk. Szóval örököltél egy csomó beosztott, tehát ők is szerettek volna előbbre lépni. Haragszanak, amiért én lettem a főnök? Nem, de csak hogy nem ők, de emberek vagyunk, persze. Ne aggódj, én most segítek, elmagyarázok mindenneket, hogy kire, hol, mikor, miért vigyázzál, 5 perc az egész el fogsz igazodni. De ha megengednél, nevet személyeskedésnek néhány kérdés, csak tudod, hogy akkor én úgy jobban. Például? Te festő vagy. Grafikus könyvillusztrátor. Egy művész. Jaj. És ide? Hogy ide? Felhívott az... Az Aligor? Igen. Melyik? Ahol nem csak egy van? Nem, jelenleg két változik. Szóval melyik? Sikics. Ő mi a művészet? Azt mondta, alapul egy új szerkesztőség, és neki olyan emberre van szüksége, akinek képvilátása van. Nem köti az eddigi gyakorlat, képlesik az itteni belháborúkon, vagyis én. Értem. Azt feleltem neki, hogy nem. Nem értem. Aztán még háromszor hívott, végül belementem. Végül is olyan ritkán adódik, hogy az ember úgy érzi, hogy most végre labdát kap, végre csinálhat valamit. Talán nem is pont azt, amire úgy mindig is vágyott, de mindegy. Kidolgoztam az elképzeléseimet. Tessék, nézd! Itt van teljes struktúra, megfelelő hely és idő valamennyi művészeti ágnak, populáris műsorok, meg nézőművé teszik az alkotókat a legszélesebb közösség körében. Réteg műsorok, egy-egy kiemelkedő műalkotás megismertetése. Na, hogy tetszik? Nézd, például... Szépi Csarimul beteg. Antilles él, Artéti. Hogy sok idő benne megvárni. Mivel kéne megvárni? A szerződést aláírta, a munkakezdés holnap. Csak arra kell, hogy időnként hívjam fel, hogy számoljak be neki. Elég széles látókörű ember. Mindenkit ismer, aki számít a művészvilágban. Lesz miről beszélgetnénk, hogyha eljön? Mert eddig nem beszélgettetek? Csak röviden. De amit mondtam neki, olyan áldását adta. Mehet, mehet. Minden ötletem ez engedélyt adott telefonon. Elég szokatlan. Neki akarok kezdeni a saját dolgomnak is. Szeretnék indítani egy új sorozatot a magyar illusztráció történetéről. Az nem olyan egyszerű. Mi? Ha egy vezető műsor csinál... Tilos? Nem. Vagyis igen. Nem értem. Nem is lehet. Vagyis? Ha egy vezető műsor csinál, akkor elveszi a munkát a beosztottjaitól. Azaz? Személyt. Akkor nem lehet csinálni. Dehogy nem, sőt, kötelező. Mi? Hát, ha egy vezető nem csinál műsort, akkor nem is ért hozzá, akkor meg mit dirigál, mire felszól bele? Vagyis? Szemét. Mindenképpen szemét? Úgy van. Abnormális. Televíziós. Megyek! Nem találtad a munkaügyet, mi? Mondtam, hogy az ajtó papundekli. Vártunk lenne egy fél órát. Gondoltam, a fene, aki megette, ha nem, hát nem. De ha már itt vagy, akkor segítsé, toljuk oda. Itt a lógás nem megy ám. Hé. Igaz. Hát legyen jó ember. Majd. Segítsél neki. Hát itt kérdezel, kivel beszél. Tényleg. A francba. Hogy is hívnak? Liston Tamás. Na Tomikám, akkor lett már téged egy idatszekrény békebeli vasalt. Nem Tomikám, hanem Kriston főszerkesztő úr. Bocsi ez, főszerkesztő úr! Semmi baj. De igenis, hogy? Minek kell elnyiszót vesztegetni? Na, menjenek hozzá kiket, amit mondtam, gyorsan. Vagy, bocs! Honnan tudhattam volna? Minek kell ülekkor ügyet csinálni? Az nem úgy van. Ha nem tudják, hogy ki a főnök, akkor... Ajaj! Én eddig csak a magam főnöke voltam. Na itt 20 emberé. És én sem mindig engedelmeskedtem magam. Hol kell csörgíteni? De ha nincs miért... Na, akkor is! A Névai Borzsolt Imre minden nap 5 percet üvöltött. 5x1 perc elosztott. Akkor is, ha minden rendben volt. Volt is tekintélye.
20 évig főszerkesztő. Külpolitika, jogi műsorok, könnyű zene, építészet. Ez mihez érte? Semmihez. Hát akkor... Júli völgött? Minek jelme beteg? Televíziós. Hát nekem nem egy ilyen nyugdíjas főszerkesztő az ideálom. Nyugdíjas? Ugyan. Mondom, hogy néhai. Ó, oh, pardon. Infarktus? Na, dehogy. Átvette az építészetet. Kiment, akkor itt volt a rendőr, új rendőrkapitása, kiment a forgatása, de esett a pallóról, és a gép belekevert az alapba. Mindig is alapos ebben volt. Utáltam, de jó, hogy a legjobb főnök volt. A házszor a rendőrkapitásság előtt elmegyek mindig kalapot emelni. Ha már itt vagyunk, beszéljünk érdemi dolgokról is. Tessék, nézd légy szíves, nézd meg, hogy is volt eddig meg. Siprics, tudunk. Annika, újra együtt! De mit tudsz Siprisről? Na. Engedd meg, hogy bemutassam a titkárnak. Ne Éné vagyok. Elnézést, nem igazán értettem a nevét. Ne Éné. Tudja, a lánykori nevem egy Lidérc. Olyan Lidérc, hogy ki sem ejtem, szenvedtem tőle egész gyerekkoromban. Képzelje, hát csak azért mentem férjhez, hogy megszabaduljak tőle. Na de a férjem viszont ne é József. Hát nem mintha számítana, nem azért mondom. Libát nevelt a Hortobágyon nagyba. Hát képzelheti, nem illettünk össze. Hát nem is maradt belőle más, csak a neve. De hát ő ne é József, én meg ne Éné. Na de most hoztam egy kis szőnyeget, mindjárt otthonosabb lesz, de úgy vigyázzon rá főszerkesztő, hogy a nevemre vettem azt is, a virágot és mindent. Most hozom a többi apróságot. Mi az, hogy a nevére vette? Hozzá viszi, ahova kinevezik. Ne Éné aranyat ért, van mindene. Már dolgoztatok együtt? Ajjaj. Na, ezeket a papírokat a postázóban adták, már kipogatják magát. Honnan tudnak rólam, ha még nem is vagyok itt? Elterjed az ilyesmi. Ez itt a gyors lista. Ezeket hívja vissza most. De nincs is telefon. Jaj, de hát itt van, hoztam egyet. De csak kölcsönbe van, úgy vigyázva rá, főszerkesztő. Elég rövid a mancag, úgyhogy hát ide teszem. Egyelőre jó lesz. És ezt a műsort el kell fogadnia. Elfogadni? Igen. Én megvédjen a lájnak a kísérőpapírokat, és kész, annélkül nem lehet képernyőre. És figyeljen oda, holnap utáni adás. Akkor még ma. De mi ez? Hát korábban rendelték, mert csak most készült el. Írja alá, ki megrendelte. Nagyon szeretné, ki van rúgva, hál' Istennek. Várom. De hogy fogadhatnám el, hogyha nincs hozzá semmi között? Te vagy a főnök? Holnaptól. Alás holnap után, az már a Piston korszak. És ha rossz? Akkor nem írod alá. És akkor mi van? Akkor jobb támad a műsorban. És az mit jelent? Botrá! Nincs adás. Kitalálsz valami ismétlést. Mit? Hogyan? Archívum. Valami olyasmi kell, aminek a hossza pont akkora, mint a jó. Teljesen mindegy, hogy mi csak mozogjon. Delfinek táncol a sivatagban. De hát ahhoz természetesen új bemondók kell, stúdió, terve a diszpécsernek, adminisztrációhoz, szóval jobb elfogadni. És hogyha mégis módosítani kell valamit? Odaírod. De ahhoz, hogy változtatni lehessen, ahhoz szabad montírozó kell, stúdiókat, még hetekre előre foglalják. Vagyis nincs. Tehát nem lehet változtatni. Úgy van. Hát akkor? Legjobb elfogadni a műsort, ahhoz, hogy változtatni lehessen, 10 nappal előbb el kell készüljön, a legtöbb előtte nap készülve, szerencsés esetben a legtöbb aznap. De akkor hogyan fogadjam el? Hát te vagy a főnök. De hát hogyan vállalhatok ezért felelősséget? A aláírásoddal. És ha úgy rossz, ahogy van? Én hozzák a legitációt. Alá. Hoztam van egy kis függönyöm. Ma nem érvette. Nem. Ez a vérrel számoló cirkelemén van, de kölcsön adta. Kedves tőle. Ha mit csinálna vele? Náluk még ablak sincs. Akkor miért vette a nevére? Hát ki tudja, mikor jön jól. Például most is. Képzelje el! Ide, köszönöm. Nekem a cég csónakházában 2005-ben a nevemre írta egy 4 személyes túra kajakot. Nevezni el? Jaj, dehogy is, tengeri beteg leszek, ha labort látok. Hát akkor... Hát, mégiscsak olyan jól hangzik, hogy a nevemben van egy túra kajak. Hát, kilókadok a szomóhezet bele. Hát, ezt hogy? Semmi pánik! Megoldjuk! Ez magának a kézítésvédelmi szabvány. Főszerkesztő úr,
megfognál létre, olyan szédülős vagyok. Képzelj el, egyszer, mikor a volt férjem, tudja, a Neje József, fölvitt a Hortobágyi háza tetejére csillagokat nézni, én úgy elszédültem, hogy leestem, le a tetőről. És ha nincs alattam a libatáp, most nem állok itt a létrán. Aci, csillagcsavar húdod. Addig fogja. És ha megcsap? Na, csapkod a... Hozd a kis iratfetényét. Ki veszi fel? Majd a tippárnő. Tele a keze a függönnyel. Én megkapom a drótot, majd én... Jöjjön, hogy a létrákat leszédülök. Ne, még szimbata! Hát akkor... Nem lehet, hogy nem veszünk fel. Dehogy is, szerintem csak el fog menni, még meg sem alakult ez a szerkesztőség. Na, majd a lakó! Mit mondja? Előbb várd meg, mit akar. Együtt vegye már föl. Na, kit keresnek? A Pável Annát. Nem így dolgozik, semmi közük hozzá. Aha, de még lehet. Erősebben fogja föl, szerkesztő úr, írom! Vigyázzon, most tényleg látni fog. Azt kérdik, miért változtatta meg a haját? Mert de a fodrászat vagyunk, mert a fodrászba! Hát mondtam, hogy vigyázzon! És miért lett nagyobb a szeme? Kinek? A Páder Annának. Beleférjen a kontaktlencse! Belém ereszti a ketté úszat! Ugalom, látja, hogy már szigeteltem! Aj, főszerkesztő úr, most jön a nehezebb része, lábújegyre fogok állni, fogja meg a gyerekom! Itt? A fője! Ennyi elég! Mit mondjak? Hogy menjen a francba! Hogy organik hajzselével szebb az élet, tudod. Hívja a közönségszolgálatot. És melyiket? Közönségszolgálat. Hívja a közönségszolgálatot. Mi a száma? Benne van a telefonkönyvben. Benne van a telefonkönyvben. Azt mondja, hogy nem csinálják vissza a páderon a haját, lemondja a tévé előfizetést. Mondja meg, tegye le, húzza ki! Szólhatott volna hamarabb is. Ja. Na, kész a függöny. Hát, nem csinos? Korrektor, rendben! Na már úgy ideiglenesen! Na végre! Az új főszerkesztő köszönti az első elfogadást. Én csak holnaptól. Jobb túl esni rajta. Persze ahhoz meg kell csinálni a aláírás mintát is, hogy jogot legyen elfogadni. Mint abban van? Igen, csak háromszor annyi adminisztráció. Most már is kedves régenben még új leírás is kellett hozzá. Megyek hozom a papírokat. Na, én meg még hozom a kis épszekrényt, a kávéfőzőt. Istenem, mennyi munka van még. Fiúk, legyenek szívesek, hozzák ki a létrát. De a könnyes bocokkal mi lesz még? Na, megkérik őket, kijönnek maguktól. Régen találkoztunk, kedves nézőink, nem is várakoztatom tovább önöket. Helyezkedjenek kényelembe, gondoljanak utolsó kapcsolatunkra. Igen, igen, a legintimebb részletekre is, hogy segítsek önöknek és feloldjam a gátlásaikat, mondanék néhány szót az enyémről. Zsoltnak hívták, izmos, magas férfi volt, kissé már őszülő halántékú, ám ki tudja, talán éppen ezért, vonzó. Bomásé arcest használt, melynek illata beleivódott a pálnánkba. Patkó Bandi! Csak a régi papírokat találtam. Mi ez? Szegény, mondd ezzel kezdesz. Mi ez? Egymás közt, Zirkán Margit intim műsora. Nem mondta semmi sem, hogy mindenben beszéltetek? Margit két hetente legyapván, szerencsére csak délután, de láttam a telefonistára, rajta van, nyomul. Szeretné, hogyha hetente adnánk este főműsor időben. Hihetetlenül szívós. Mi közünk nekünk ehhez a... Úgy éltünk egymás mellett, mint két galamb, és belengedt bennünket a férfias bomásainat. Szóval,
Mit keres itt az illatos őszülő galamb, és ez a spániel fejű nő, ahogy itt tekergeti magát a rózsaszín galapén, én még ilyet nem láttam. Mert nem nézem tévét. Egyébként nagyon helyes, mi nem nézzük a tévét, ha nem csináljuk. Jó, de... Csak nem televíziós. Szóval mi közel ennek az egésznek a művészeti szerkesztőséghez? Mi az Alig úrnak? Hogy érte? Rászóltak. A nő valami főfejesnek volt a barátnője, hogy műsort kellett neki adni, és tulajdonképpen végkielégítés. A tévé fizeti a volt szerető végkielégítését? Miért? Nagyon jó kérdés, tesz fel illetékes helyen. A főfejes úgy érzi, hogy ez jár neki, mint a szolgálati autó. A tévé meg úgy érzi, hogy kisebb baj az érkámmal, akik mintha egy ilyen nagy ember maradszik. Kiről van szó? A Sipri Csalib úr nevet nem mondott, de két lehetőség van. Vagy tényleg van, hogy főfejes barátnője volt, és akkor nem lehet hozzájönni. Vagy magája az Alig úr, és akkor még úgyse. A rózsaszín kanapé azért van, mert a forgatás a nő lakásán zajlik, és így a helyszínért a kiemelt gázsikiből még plusz pénzt kap. A Bómasét azért mondja be... Bómasé a drámaíró? Ebben a volt, én nem ismertem. De a Bómasét azért mondja be, mert fű alatt megállapodott a céggel, és azért még plusz pénzt kap. Ez nem tilos? Dehogy nem. Hát akkor... Hát egyszer elfogadják. Nekem kéne elfogadni. Így van. De én kívánatom. Nem, már megbeszéltük, nincs rá lehetőség. Akkor nem fogadom el. Idegrázást kapok a spániel fejét, ahogy itt reklámozva Bobási arc szezét. Helyes, helyes. Hívd fel a lábadon Alig urat, és mondd meg, hogy te másképp gondolod. Még nincs is aláírási jogom. Na, azért hoztam spérokat, látod? Gyere, foglalj helyet. Sajnos csak régi papírokat találtam meg, ez még új lenyomat is kell. Ezzel ment madárászni... Senki nem tűnt fel, hogy ennek a szülő galoppának semmi közel nincs a művészethez? Vannak már szempontok is. Milyen álló? Hát a belőle mégsem beheti. Nézi valaki? Talán. Már ugye a gyilkossági szándékban. Picike-picike pedig mindegette. Mostanában érvényes aláírási jogod van. És épp ezzel kezdjem, ezzel a szemét megalkuvással. Nézd, én csak egy helyettes vagyok, de elfogadsz tőlem három tanácsot. Halljuk. Inkább négyet. Miért? Az első tiszt is meg az arcod, az... Miért? Ne nyújj hozzá! Ne nyújj hozzá, csak még rosszabb lesz. Vár mindjárt. Hozok vizet, remosok. Szóval visszatérve a tanácsokra, egy, látom szenvedsz, ne szenvedjél, kettő, látom mindenem meglepődsz, ne lepődjél meg, három, biztos akarsz nálunk valamit. Hát odaadtam a tervezetetnek, a számot nem. Azt még nem olvastam, ugyan, de induljunk ki abból, legyen az a 100%. Na, azt felejtsd el. Maximum 50. Arról lehet szó, és annak a fele 25 a realitás. De annak a fele, úgy kb. 12 megvalósul, még mindig túl jól dolgoztál, mert mindig rengeteg irigyet támad, tehát annak a fele, mondjuk 6 megvalósul, na az ideális. Miféle számtam ez? Tévés. Tévés. Mi csinál? És kezdhetem előről. Jó napot, gondoltam legjobb, ha bemutatkozom, mert akkor úgy is találkozom. Jaj, a szegény a Margitot nézi. Hihetetlen, akkor is valaki magára a képernyőn ráolvasztják. Hogy az a Margit, mindenütt ott van. Elnézést kéne, itt csak a képernyőről. Bocsánat, az én dolgom, hallgatassam be őket. Kristóf főszerkesztő úr, Száki Imola, Páder Anna, őket ismeri az egész ország. Ugye, maga Bani, mi történt magával? Tudok egy bőrről, ugye ezt? Csak az új lenyomatom. A rendőrségű? Már is. Jó, de ott csak az ügylapra kellett a festék. Próbáltam letisztítani. Bízze? Ugyan, férj. Egy perc. Mindjárt. Páter annak is alakotok neki, csak kapcsőle jutott. Zimbázom. Igazán nagyon kedves. Nem az okjom. Igenis. Köszönöm a kedvét. Egyébként jött egy telefon, hogy miért festette át a haját? Hát most mondja, nem édesem. Képzelj el, amúgykor felvettem egy kicsit merészebb felső részt. Tudja, egy olyan topot. Hát nem 72 levelet kaptam,
akkor kezdtük én 4 házassági ajánlatot. Imádom a közönségem, hogy minden apró kis részletre odafigyelve. Tudja, én értékének a közönségemért. Igazából 4 szem közt szerettem volna így elsőre. Én is. Nekem még rengeteg dolgom van. És akkor van-e valami olyan igényed, amire nem gondoltam eddig? Már úgy értem bútor. Fogas. Egy fogas. Ennyi? Álló fogas közvetlenül az ajtó mellé. Meg lesz. Nem így értettem azt, hogy 4 szem közt. Én sem. Kedvesek. Kész is, jó mindig korában. A kis ujját? Hogy kész. Köszönöm szépen. Gomár Séri, milyen édes? Te még ott tartasz? Ott. Tényleg nagyon hálás. Nem tudom, hogy a háláljon meg. Hát mindig van megoldás. Tudja, milyen régóta állod az a marról, hogy egy tisztességes kulturális műsorban dolgoztam? Ó, persze. Olyan van, ami értékeket követi. Művészi értékekre gondolok. Kidolgoztam mindent, nézve a nézettségi statisztika. A piros vonal vagyok én, a többi szín, a többiek. Na, ki áll az élet? Száki Imola. Látod, amit maradt egy foltocska? Úgy van, Száki Imola, ez a lényeg. Nem a műsor, nem a műsorhoz kell megtalálni a műsorvezetőt, a műsorvezetőhöz kell megtalálni a műsort. És akit amúgy is kintek, mindent el tud adni. És én úgy szeretnék megmutatkozni erről az oldalról. Tudja, engem itt nem használnak előképpen. Ó, de hogy jó. Tessék! Szerintem Imolát a képességei szerint használják, engem viszont... De meteorológus vagy címem. Az nem komoly. A gyógytornász diplomám. Igazán hasznos. A nyelvvizsgai igazolás. Eredeti. És egy kazetta. Alkalmattal nézem vele, volt olyan riporter is, és sőt sportriporter, játszottam néhány amatőr filmben is. Az egyikért elnézést kérek, elég kevés ruha volt rajtam, igazság szerint csak a hajam. De hát Istenem, a rendező óvakó haja volt, művészet. Művészet, Nagyon szívesen megnézek mindent. Nyilván én itt egy rendes kulturális műsor. Lehetetlen, hogy a televízió ne rukkoljon előbb valamiben, amikor az új vezető be akarja mutatni, hogy mire képes. Tervezek néhány újdonságot. Ugye? Hát tudja a terveimet, meglátja, hogy mennyire nyitott vagyok. Szívesen dolgozom egyik más kollégákkal is. Akár még annál. Én is kimolában. Tudja, egy régi vágyam már egy olyan női beszélgetős műsor, amiben akár együtt is dolgozhatnánk. Miről beszélgetnének? Ugyan, Tamás, nem az egyik már, ha megengedi, hogy így szólni, csak nem az a lényeg, hogy miről, hanem az, hogy ki. Azt nézik a hitele személyiséget, és persze nem állt, ha az van szükségű. Nézze a Martitot, egy denevér. Nem Spániel? De, kiköpött Spániel, hogy én ezt addig nem vettem észre, milyen jó megnőnek. Spániel, gondolja meg, micsoda páros lennénk. Már mit Imola meg én. Vigyáztam, vigyáztam! Bocs, vasalja a dolgomat. A pacsuli. Pacsuli, ezt kell leérti, Benedek. Béni. Mondom, Benedek, nagy meredeköt legyen a nagymamát. Nem, menjünk, drágám, viszlát, Tamás. Gondolja meg, micsoda lehet, hogy nem nekünk. Magának egy ilyen női torsó, igazi dobás lenne. Viszlát, Tamás. Viszlát. Amit most mondok, az a maradjon köztünk. Még nincs itthon nálunk, nem tudja, kiben viszlát, kiben nem. Na, az Imolával azért figyeltem, mert az Imolát még csak az nem tudta meg, aki félre mutat. De az előbb még. Ugye köztünk marad. Miért nem szerez valami normálisabbat? Van tartalékban egy őzikés is. Nem. Mindennek a határa és ez a határ. Majd behozok valamit. Ez itt művészeti szerkesztőség. Műlatába tunkolt havastány nyert, pettyegetett őzike nyert, világos? Kérem, főszerkesztő úr, akkor csak ezt fogja meg. Lentről küldik az orvosiból és azt kérik, hogy töltse ki, vigye le még ma. És itt van ez is. Tudja, hogy van vizelet. Semmi sér. Folyosón végén jobbra az első ajtó.
Talán majd az orvosi. Ott elromlott a WC, azért küldték az üveget, és kérik, hogy még van. Így szombázott végig az egész házon? Istenem, nincsen abban semmi. Amikor én ide kerültem, még széklet is kellett. De ha akarja, hozok egy zacskót annak a rohadt üvegnek. Istenem, mennyi baj van magával, most már innom kellett kávét. Jut eszembe, kér egyet? Hát, ha már így kérdött. Jöjjön! Kövédítsek, itt tartanak? Lámpa is kell, kettő. És az irat tartok? Mindent a maga idei. Elmondom ideje. Lájítom a Margitot? Nem. Hát akkor várjál. Én nem is dolgozom. Ah, vedd, mivel semmi közöbb. Elődeit hagyaték a... Istenem. El se kezdtem dolgozni, és már nem tudok a tükörbe nézni. Tényleg, tükör. Mikor hozzád? A törékenyebb, majd a végén. Jó, nem kell nagy ügyet csinálni belőle, viszem is. Szeretnék most már érdemi dolgokról is beszélni. Persze, persze, csak ezt átkozom az adóra, hogy egy napon előtte ott kell lennie. Most szeretném, most! Jó. Vinni? Nagyon szíves. Mi ezt? Adóra a negyedik emelet kettővel, Tóth Katinak. Ő a gyártás miatt adóra el van fogadva. Addig se kell propolni. Hé, és egyedül csavarozom a falhoz a nagy szeket. Eledül ám. Kezdj hozzá, aztán mindjárt jövök. Vagyok én. Szabálytalan, szabálytalan, de ha egy főnök meg akar beszélni valamit, a helyet csak az a dolga, hogy ott legyen, parancsolj. Azért jöttem hamarabb. Szóval el kéne intézni valamit holnapig. El van intézve. Már a lehet. Ha azt mondanám, hogy akarok egy saját műsort csinálni, mit felelnél? Hogy helyes. És ha azt mondanám, hogy mégsem? Hát mit mondtad egy helyettes? Ugyanazt. Zicsi Mihályról. Nagyszerű. Tudod ki az? Nem. Na, ez az. Hallottak róla harangozni, de senki sem tudja, hogy kicsoda, mert illusztrátor. Nem az önálló művei a legjelentősebbek, hanem az illusztrációi, amelyeket mindenki csak mellékterméknek tekint. Dísznek, ornamentikák, ami nem ad a könyvhöz semmit. Nevetségesebb. Véget kell vetni. Feltétlenül. Magyarország a legnevesebb, legelismertebb, legeredetibb művészeket adta a világnak, és Zicsi Mihály a király, de még ő sem tudta áttörni ennek az előítéletnek a korlátait. A festő volna a Munkácsi mellett emlegették a nevét, de ő arra adta a fejét, hogy a művei könyvlapokat díszítsenek, és nem múzeumban állnak, és ezzel elásta magát. Ha hallja egyáltalán valaki a nevét, ha tudja, hogy ki az, akkor is csak legyünk ugyancsak egy illusztrátor. Maradhat ez így? Hát nem, a szívem! Ismeret terjesztő műsor. A magyar illusztrátorok története. Az első Zicsi Mihály. Aztán a többiek sorban. Nem, de milyen sürgős. Zicsi a cár meghívására Oroszországba utazott, ott töltötte a fél életét, ott készítette a legjelentősebb műveit. Nyílt egy gyűjteményes kiállítása, mert ott bezzeg nagyra tartják. Ki kell menni Moszkvába egy kamerával a jövő hétvégén? Túl korai. Soha vissza nem térő alkalom. De miért ott Moszkva? Mondom, a Zicsi kiállítás. Indiában nincsenek vagy illusztrátorok? Miért pont India? Nagyon érdekes. Azt lehet, de ott nincs semmi, ami nekem kell. És a USA? Vagy Dél-Afrika? Te miről beszélsz? Az ember kitalálja, hogy mi dolga van ott, kimegy két hétre. Három nap alatt elvégzi a munkát, a többi anyag gyűjtés. A néhai Pozsolt Imre nagyon sokat jár konferenciákra. Osaka, Chicago, jó szervező volt. Na? Én rossz szervező vagyok. Moszkvába akarok menni egy napra, viszont a jövő héten. Ez a kamerát, ezt egy hónap előre kell diszponálni. Persze akadhatnak kivételek, mondjuk végül is. Zicsi Lajosról van szó. Mihály. Az akkor pláne a Mihály. De azért gondold meg, olyan nagy a világ, minden megoldható. Jut is marad is, hát nem logikus. Meg tévés. A művészetnek ára van. Pont ez benne a szép, és örüljük, hogy van, aki megfizeti. Persze te döntesz. Döntöttem, Moszkva. Na végre! Itt a lényeg. A számítógép? Ha benne vagy a rendszerben, te vagy az úr. Ha viszont nem, akkor akárhogy csinálsz, akár egy ugrás, csak magát. Mindenhol ekkora cécót csinálnak? Mindig utáltam ezeket a masinákat. A legrosszabb, hogy nem tudnak felejteni a rohadékok, ami beleész, az benne van. Te viszont csak két dolgot ne felejtsél el. Egyik, hogy mindig mindenre legyen másolatod. A másik a jelszavad. Hát ez? A jelszavad. Micsoda valóság ezt a... Ne, ki nem mond. Szeretném, hogy tudnád, hogy nem tudom a jelszavadat. Olvasd el, jegyezd meg, a papírt pedig égesd el, vagy ebb meg, mint a legmélyebb kémfilmekben. Jézusom, a szívem mit csinál maga? Bocs, elaludt.
voltam. Ráztapom. Marha! Fejezzék már be! Még rossz jégot is fel kell hozni. Meg a fikuszt. Hogy semmi pénzért el nem felejtenék. Ja, és a fal. Hogy a fal? A tűzfalnal kell csinálni valamit. Az ember kinéz az ablakon és ámuló vakolattal elmegyik az életkedre is. Meg abban, hogy már megrendelni a tapétát, szépen. A külső falra? Odakint fogunk tapétázni, na ne! Van valami tűzvétlökéleség. Minden harmadik lépcsőfoka hiányzik. A csimpánzát küldje arra, ne engem! Akkor valami balló. Három emelet, meg ne örüljön ma! Biztos, hogy ez szükséges? Na, menjenek, vigyék, csinálják gyorsan-gyorsan. Honnan között takarattam is a vezetőnek? Oda, tessék! Köszönöm! Mehetnek is? Esenek túl a szekvényen! Szóltak a rendelőből, hogy jobb lenne még ma. Az orvos holnap nem lesz benne, szabadságot vett ki. Jön a buga Amerikából. A vittatókönyv? Annyi nem csomagoltam ki. Nem megmondtam, hogy mindig az első? Ah, ezek tudják, valaki tudja, hogy hova kell férhez menni. Az egyik Los Angelesbe, a másik a Hortobágyra, a libák közé. Mit is mondod? Hol a mellékése? A folyosó jobbra az első ajtó. De, Pandi, azért olyan rendes volt tőled, hogy elhoztál központi állománytól, ez azt hittem meghalok olyan, mint egy temető. Itt már lesz élet, mint régen. És a feleséged is olyan, mint régen. Mindig jól megértettük egymást. Vele vagy velem? A férfi vécé zár. Ja, kérem, mert az elromlott, szerelik. Mindig elrugítják a csikket. Ja, a női meg nincs kilincs. Akkor majd fogom magának az ajtót kintről, menjünk gyorsan. Mit is? Jó, az itt a kopfőnk. Bolondok háza. Jó. Nem előtt az apu. Na, aggódj! A béni mindenre gondol! A főnök? Kiment a vécére. Hát... Ja, mi nem mentünk ki. Mit csinálnak? Hát, berakodunk. Tudja, húrdor a fejét. Végeztet, tisztát legyenek. Azért, ha megengedné, hogy még a... Nem engedem meg. És ott azért, nem kellene így ajtóstól. Bizony, emelik kell. A producernek az a dolga, hogy biztosítsa a feltételeket. A nyugodt tárgyalásnak pedig az a feltétele, hogy magunk legyünk, hogyha ez a Kriston Tamás visszajön. A WC-ben? Mindegy, akárhonnan mennének szépen. Azért elmondom, hogy a többi tudta. Hát, Istenem, abban a gyárban azért uzsonháznak adta. Enitke, a kucka elmondette. Holnap lepült Brazíliába, és megcsinálja vére a legnagyobb dobását. Itt a menetben. Holnap Brazília. 10 perc múlva London, aztán Sydney, Kalkutta, Athén. Na, fordítva? Minden itt a menetrend, majd másolok magának is egyet. A lényeg, hogy 3 hónap alatt bejárjuk mind az 5 földrészt. Bejárjuk? Azt hittem, hogy 3-an megyünk, ha az operatőr, a gyártásvezető megkér. Persze, persze, én csak néha oda kukkantok, hogy rendben mennek be a dolgunk, ha belefér a keretbe. Higgye el, ezzel akkor áldok, hogy maga is meglepődik. Én az első pillanattól tudtam, hogy ez akkora ötlet, hogy a faladja a másikat. És büszke vagyok rá, hogy sikerült Sipicsel is észrevetettem ugyanezt. Mögé állt az UNESCO. A lényeg, hogy évvégére kész mind a 13 rész. Évek óta készülök rá, és most úgy izgulok. Elizem. Egyetlen aláírás kell csupán, hogy a forma szerint rendben legyen minden. Arra várom, hogy jöjjön ez a pistol, mert nem tudom, honnan akasztotta el a Sipics, de minden. A forma szerint ő engedélyez. Egy aláírás és már nincs a pizza. Jó napot! Szállás előtt. Sajgas vagyok. Viszont Tamás. Gondolom az Aligúr jelentse az érkezésünket. Nem igazság szerint. Nem. Ez biztos csak a kezdett zavara. Egy aláírásra van szükségünk és indul a gyermekek fölött körül című sorozat. Micsoda? Zoli úr nem mondta? A televízió legnagyobb stílű vállalkozása. Itt a színes is, a
gyártási terv, a költségvetés csak alá kell írni. 13 országban egy-egy gyerek egy-egy napját követjük kamerával. Megnézzük, hogy hogyan élnek, mit csinálnak, megkérdezzük tőlük, hogy mit várnak a jövőtől, mi szeretnének lenni, hogyha nagyok lesznek. Azután majd 10 év múlva visszatérünk, és megnézzük, hogy valóban mi lett belőlük. Mi vált valóban az álmainkból, és mi nem. Igazán nem gondolok, nagyon tetszik. Ugye? Holnap indulunk. Jó, de tényleg megszerültet. Örülök, hogy tetszik, ide kéne az aláírás. Mit írjak alá, ha már minden el van intézve? Ezért kérdeztem, hogy szólt-e az Alig úr. A sorozat ennek a szerkesztőségnek a műsora. Ez művészeti szerkesztőség. Ez persze határterület, de az Alig úr úgy rendelkezett, hogy tartozik ide. Itt kellene aláírni. Hagyja csak itt, megbeszélem a helyettesemmel. Sürget az idő. Látom, aggódik, hogy valami baj lehet. A szerződések rendben, a gyártási terv kész, a keret biztosítva. Nincs mitől félni. Nem vagyok egy félős alkat. Köszönöm, nekem még elő kell készítenem néhány dolgot. Viszlát. 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 Egyébként én ismerem magát. Igen? Honnan? A húgom éppen egy mesekönyvet, honnan illusztrálta. Én csak egy mesekönyvet illusztráltam. Korc falmese a húga? A szállásod asszony nevem, bár már elváltam. Amikor Brazíliában leszek, a gyerek a volt férjemnél. Hát, tudja, hogy van ez. Igazán nagyon jó volt a húga könyve. Az illusztrációim meg felejthetők. Jó lettek, főleg a törpék olyan kis helyesek voltak. Ha most nem tudnám, hogy elutazik, és mondjuk lenne egy kávé, akkor meghívnám egy kávéra. Csak felkészom. Örvé? Kínai zöld, meg húz, teljen. Megjegyeztem. Na, egy szava sincs! Szép! Ez szép, a teteje kopasz! Tényleg kopasz? Nekem is van otthon, kisebb, de legalább újabb. Jó lesz itt? Jó. Édesen nézd! Mondom, hogy jó. De tudja, én az ablak elé tenném, hogy... Adja, biztos tudja. Mennem kell, csomagolok, meg el kell vinni a gyereket. Fiú? Lány, 5 éves. Azt tudja, hogy a húgomnak nagyon tetszett? Az illusztráció? Maga. Ez egyik képét bekeretezte és az ágya fölé tette. 30 körös, meg zöld törpe. Az egy kis túlzás volt. Nem a törpék miatt tette oda. És olyan az ízlése, mint a húgának? A törpékre gondol? Mert... Bomásért használ, mert ezt éppessége nem szeretem. Mármint a parfümet egy férfinál. Szóval? Mit szóval? Az ízlése. Vannak a sorosságok. Menem kell. Zöld vagy kúsz? Teljen. Lehet egy szíven is. Önök újra szóltak a rendelőből! Egy hét múlva itt vagyok. Ahogy tetszik! Mi ez a bugyiké? Hát az ég! De a patkor rendeltél a sárkát is, hogy föltegyünk egy kis napot! Jó pofa, mi? Vízbecsúva elmegy az orvos, most telefonált a nővér. Úristen, nehogy a tegyék, semmi arányérzékünk. Kicsit feljebb a napot. Magát. Nem a tiéd? Miért én rózsozom magam? Hát
nem? Micsoda megfigyelő vagy. A nők akkor igazítják a sminkjüket, ha lejön. És mitől jön le a rúzs? Éppen az irodában, éppen a díványon. Csók? Micsoda fantáziád van? Az a legkevesebb. Na végre. Azt hittem, hogy szent. Elvégzi a munkáját, fölveszi a fizetését és kész. A múlt héten volt egy háromnapos konferencia Párizsban, mondta neki, menjen ki. Azt mondta, de hát ő nem tud franciául. A néhai pozsontina magyarul is alig tudott, mégis bejárta a félvilágot. Azt mondja, nem tudnak vele tárgyalni. Ugyan ki akar velünk tárgyalni? Az ember beugrik a konferenciára, bepislant egyet, aztán irány elfeltorolt. Elment helyette a Sárosi, azt a tud franciául, de legalább nem hülye. És ez még nincs semmi. Hívták főszerkesztőnek két műsorba is. Csak megnézi, odaírja a nevét, és megy a pénz a számlájára hetente. Erre ő, amíg nem dolgozik, azért nem vesz föl pénzt. Mondom neki, és a felelősség azt mondja, hogy egy baromság. A múlt hónapban felértem, hogy menjen ki Indiába, szállásedik nélkül, ezek kaptam most nivónia, csak tudnám, hogy mire. Nézze meg, hogy mire költik a produkció pénzét kint a világ túlsó felén. Habozott egy darabit, de aztán nem, mert akkor kevesebb pénze lesz a produkciónak. Hát persze, még igaza volt, de hát ami jár, az jár. És erre mi történt? Kiment helyette a Sarka producer úr, ráadásul nem egy velem két hétre, és nem egy idő, hanem a nőjével. Na, kíváncsi vagyok ezt hozzá számolni, persze, biztos hibátlan papírokat, amilyen tető. Hát milyen ember az ilyen? Melyik? Sajga? Nem, a Kriston. Az rendes. Ahogy is lehet mondani. Legalább volt egy nője a díványon. Irigylem. Hopp! Mi van? Levéltető, fúj! Tetű part mindenhol van. Van és menj, és milyen feketé! Nem az én is számít. Jó reggel! Csopp ezt küldött. Hogy kisöre? Ja, B. Amint nem látok a megrendelést, addig nem mozdulunk. Utkör és potyára vittünk fel egy tölgyfajon azt a ötödikre. Aztán vissza a földszintre. Na erre mi nem vagyunk berendeztetve. Szóval a papír. Jó. Ezek szállító levelet. Hána, aki ezt kitalálta? Én találtam ki. Ja? Az más. De a Bézi ötlete volt. Tudom, de csak viccel. Vele nem lehet viccelni. Látom, hozott. Beszélnünk kellene. Miről? Azt gondoltam, közelebb leszel hozzám. Közel is vagyok. Kerül. Hát el lehet téged kerülni? Vagy engem ott az első irodában? Tudod, te jól miről beszélek? Én ugyan nem. Na, ez a levél is tetves. Nem vagy elég közel. De is közel is vagyok. Közel? Mert? Se túl gyakran, se túl közel. Miért a múlt héten? Múlt hónapban. Na ugye? Na ugye? Hát a feleségednek ez is túl sok. Miért? Hogy jön ide a feleséged? A családi Renault-val. És mindig rosszkor. És hogy bámul? Hogy? Mit aki mesébe lát? Mondjad, mit akarsz? Hát, mit akarhatnék? Hát sokat nem, mondjuk én is ezt kérdem, mit akarsz. Hát, ha nem osztalak volna ki a központi rammágon, már rég kirúgtak. Hát hálás legyek. Ha megvárod eszed, nincs rá okod. Te, ide figyelj. A fizetésemet 6 éven nem emelték. Tisztában vagy te az árakkal? Tudod te mennyibe kerül mondjuk egy ószer? Nem veszek ilyesmit. Hát persze, mert rám hagyod. Fizetésemelés nem az én hatáskörem. Ja, de a prémium az igen. Szebet szórna a többet emelnék, mint másokat. Én szebet ugyan. Nem igaz! Fogja meg! Vettem az automatából erre, tessék! Jó van, semmiség adja ide. Mikor jönnek? Mindjárt! Miért nem ide fönn kávézni? Maga mondta, hogy rossz a gép! Istenem, akkor átmegyek a szomszédba a Pannikához, mindenre van megoldás! Tejjel itta! Tejszínnel! Hát akkor ne csodálkozzon, azzal csak a bajban, az nem jön ki! Ráadásul gizlal is! Hát én megteszem, amit tőlem telik, de felelősséget nem vállalok. Pont most. Ne, én mindent megold. Arra, mit akar. Nem
kell aggódni, és engednek, hogy elsőként én gratulálja. Tudnom kell, hogy nem szoktak ilyen hamar Aligóri névó díjat adni. Tudod, a győzelmet is el kell tudni viselni. Ráadásul tudjál két műsorra, amiből egyik csak félig van készen. Biztos arra gondoltak, hogy a félkész műsor alkotóinak is további bátorítást ad. Talán. Megkérdezik, mire gondolt, végül is ma idejön. Mikor beszélhetek? Hát amikor felkért, azóta csak kutyafutában. Tudod, ez az agyéleszi baleset, aztán a műtét, 6-7 gipsz, aztán kiderült, hogy nem sikerült, újra kellett műteni, újabb 6-7. Majdnem sírt szegény a telefonba. De ma jön először, és rögtön egy díjátadásra. Végre beszélünk. És egyébként is elég sűrű volt ugye ez az a 3 hónap. Emlékszem, mit mondtál az elején, hogy mennyi várhat valóra a terveimből? Na? Igen, hát az eredmény az, hogy még a pályán vagy. Jó, de mi mutatja majd a végeredményt? Pont számlát. Azért beindítottunk néhány műsort. Ez a kettő. Most mit kuvikolsz, ez csak a kezdet, és kezdetnek nem is rossz. Ha egyszer lendületbe jöttünk, nincs megállás. Végrehajtunk mindent, amit elterveztem. Hogy csak egyet mondjak, az illusztrációs sorozatnak készek a forgatókönyvei. 13 rész, benne van a gépben. Másolat? Jó gép ez, nem felejt. Megmondtam, hogy másolat mindenről kell. Jó, ma beszélek sikítsen a sorozatról, kinyomtatom, lesz másolat. És? Talán is beszélsz. Megemlítették neki a prémiumokat. Elkészítettem a javaslatomat szokás szerint. Tudod, egy főnök a prémiummal fejezi ki az elismerését, emelhetné a keretet. Néhány esetben egy kicsit megnyomtam a ceruzát. Pillanat. Igen. Néni háromszor annyit kapja, mint a műsorkészítő? Na, ez csak javaslat. Az akkor... Gyere, Kortya, már is hozom. Na már, most a Palauni módíjra. Valakiket honnan ismerett a Sipicset? Mondtam már, telefonon hívott. De mikor találkoztál a személyesen? Soha. Ne viccel. Nem én. Ez elég különös. Mégis miért? Hát olyan elismeréssel beszélt a munkáimról, hogy úgy érzem, tulajdonképpen nagyon jól ismerjük egymást. Minek egy személyes találkozás, amikor megvan a bizalom. Majd most találkozunk. Már is kész ez a kis zakó. Mondi, téged keresnek kint az én vonalamon. Ősz, pardon. Mindjárt kész. Még jó, hogy ez minkes emmai föl van szerelve. Egy kis kávé volt! Köszönjük, az a tej! Hagyd már a gondolatot, és ne igyom kávét, mert áll! Miért a félgép? Ja, ez régi rendes ruszki, ebben még van anyag, Sputnik. A volt férjemnek a búvár szivattyúját is Sputniknak hívták. Biztos ugyanaz a gyár. Vagy lehet, hogy az oroszok nem szerettek mindennek külön nevet adni, mert hogy minden összezavarodik. Hely, megértem! Ajándékozunk egyet az Irkával, itt meg is lakulja a parókája. Mikor lesz már vége? Most! Ó, imádom a csöndet. Csak akkor maradt. Jó, én megtettem, ami tőlem telik. Nekem így is tetszik. Megértem, már jól az alkohol, persze. De hát Tamás lényeg a lényeg, nem megmondtam rögtön az elején. És ezt nézzel, Bubi, dáma, kiskály. Jó, konyhatündér, ízvarázs. Ugyan. A címe fogat nézte. Ó, micsoda konyhája van annak? Ugyan, kivittek egy gyárházba, összerakottam egy konyhámat, álljam maga közepébe kötényel és tablonnal. Ízvarázs, ez maga jó? Na, nem ismer meg. De csak olyan sárga a szeme. A férfiak olvassa. Szák Imola nagymamájától tanult recept alapján készíti a rakott. Az meg sárga? A rakott krumpliót kell esminkelnem. A kötőja pedig kötőmagazin. Olvasa csak. Olló. Az Olló lányai nem szedik a kötötűt sem. Ugye milyen jól bejött a cím? Olló. Egyszerű, mindenki érti. Mindenki tudja, hogy rólunk van szó, hogy Ollóba fogjuk a pácienseket. Egy héten 3 címlap. Csúcs. Tényleg kötött? Na, ugyan. Ugyan. És a jövő héten még egy Ármányos szerelem. A Schiller. Miféle Schiller az autószalom? Az egy drámai dokumentum. Az Ármányos szerelem pedig egy darab. Most már szív magazin. Egyébként meg nem mindegy, hogy minek a címlapján van az ember.
Az a lényeg, hogy végignéznek a pultot és még ezáltal. És várják a holnapi műsor. Egyébként tudja, ki lesz a vendég? Már tegnap tudnom kellett volna. A Stukkeri mit szól? Az ki? A maga pozíciójában tisztában kellene lennie azzal, hogy ki kicsoda. Új sztár DJ. Micsoda? DJ, aki a diszkóban nyomatja és megőrülje fel a közönség. Nézd, van már pop, meg rock, meg klip, de a mi műsorunk a művész. Ez mindig irigy hónanyúlyből, pintudagyból, gömri kanálokból, meg Mozartból keveri a zenét, és közben irányítja még a lézásot is. Na, erre mit lép? Minden héten új meglepetéssel állunk. Két hete Dunaújban szétvert egy régi barkúgot. Kültörökre tartsa. Ritmusra. Múlt héten pedig kőben, szétnyomott egy csopány, két üveg lap között egy kirázsvetítő, és az egész 5x5-ösben ment a megvizetés. Anna, hogy is mondjam, Tamás, szóval nagyon innovatív fickó. Nézd, lehetnek fenntartásai, de a Stukkeri Misztár, őt akarják látni. Mi lesz szerint minket? Ismert már beleket, ő már volt 3 tévéműsorban, tehát ismerik. Ilyenek az idős. Na, tudom, ez a gumicsom. Ezt kérik, tehát ezt kapják, és minél inkább ezt kapják, annál inkább ezt kérik. Na de miért Stukker? Művész név, Kábor pisztolya jár, és a show végén de csak a feltűnt. Kocsitörés, csótánynál, lövöldözés. Megbeszéltük, nem fog lenni, csak jelez. Már nem lehetne mondani, holnap jelez. De ne aggódjon, semmi durvaság, megoldjuk. Finomat, nőiesen, egy csipet is volna. Tudja, hogy szoktuk. Ahogy szokták. Hány nője volt? Dezodorozza a hónalját? Boxer alsót hord-e? Csak egyszer fordult elő. És különben is maga fogadta el. Mit tehettem volna? Adás előtt 20 perccel készült el? A régi vágónkat kirúgták, az új meg azt tudta, melyik van melyik. Üzemi baleset volt, mondját rá! Meg arra is, hogy akiket én javaslottam műsorban, azokat sosem tudják elérni, igaz? Nézd a Tamás, ezeket a statisztikákat azért hoztam, de végül is ünnepelni jöttünk. Igaza van, elnézést. Jó, de a nézettség, nézd le! Felfel a haladióta elkezdtük az oldót. Erre, grafikonra kaptuk a Nivo Díjat. Na most a grafikonom 2-5 is látható. Egy mélypont és egy rekord. Tudja, mi a mélypont? A maga javaslata, a híres dráma, az ország büszkesége, akinek két országban mennek a darabja. És olyan okos, hogy az változik is. És a rekord? Arra szól, hogy írom a szerelsőre. Nézze, nekem akkor is az a dolgom, hogy... Hogy olyan műsorok készüljenek, amelyeket néznek. És hogy megbecsülje a munkatársak. Anna! Igen, Anna, az itt nekem. Igenis megbecsülje. Másodperc észrevették, hogy az oldó megkörül siker, és hogy mit jelnek a műsorvezetői. Másod? Hol másod? Össze-vissza beszél általad feladó. Azt hiszed, hogy te rakott kumpisága pillantásod tegezi a nézőt a képernyőjel. Ó, dehogy drágám, az irántad érzett hálamért tavaly egyszer. Ki tudtad mondani, baki nélkül időjárás előrejelzés. Igen, Dani, kimegyek egy pillanat. Nézd, Tamás, én megértem, és egyet is értek. Csak tudja, hiába. Tudja, néha eszembe jut, hogy régen filozófiát tanultam, meg ezt nem kell elhinni. Nekem például eszembe jutott most, amikor a címkapot fotóztuk a rakott krumpliban, hogy mit keresek én itt a rakott krumpliban. Hogy én vagyok-e az, aki kiáll a rock szövegi robokszer alsója mellett. De tudja, hiába, most már itt vagyok, és ki tudja, kérdik. Azt hiszi, annyira élvezem ezt az édelgést és hiányzolást? Egyre jobban utálom, de egyre inkább csak ezt a tanhatom. Mert az egész családom 4 macska is közben múlik az idő. Maga olyan fiatal. Jaj, hagyja már! Állandóan a kamerában nézek, az meg visszabámul rám. És úgy hívják a rohadtokat, hogy objektív. Objektív alatt nem lehet hazudni. Nézd, de! Belement valami a szemébe? Hagyj, dehogy! Látszok szankalába! Tamás! Örüljék! Hát ezt nem hittem volna. Névódik már fél időben. Gratulálok! Szerusz! Szerusz! Tegezetet, vagyis hogy maguk? Vagyis kell ezt mondani, hogy tegezem a másodat magát? Úgyhogy én, na hát! Na mindjárt itt a pillanat! Bandi? Egy picit kiment várni, valaki jött hozzá, már is itt lesz, ígyunk. Majd hanem a testem, mikor tegnap felhívott a Sintrics titkárnője. Itt előtt régből a villám, ilyen villám bármikor belém csapat. Hoppá! Nézd a kis hamist! Most tettem fel az földről az előbb, és már ugrik is vissza. Kösz. Én a táskám mondta arról, nem az ágyon. Ágyon már vette. Tamás, neked külön köszönöm. Ebben a tekezet is benne volt. Az enyém. Hát hogy ne? Anna. Ezt már mondtad. Ki terjesztette föl? Én nem. Egy féltés alagadott, ugye?
Megírtam a fölterjesztést, ezt itt is van. De végül is nem küldtem el. Pedig a javaslat alulról megy fölfelé. Tudtam már, a Siprics szereti mögötte az UNESCO támogatás, nemzetközi kapcsolatok, globalizáció, meg minden anyagénye, bla bla bla, tudod ez a szöveg. Pont ez, de mindenkinek egy jogóra jár az agya, viszont a szolgáltatni beszokták adni. Te, majd tudnám. Szép jó napot, itt a meglepetés, Galigó díj. Most küldtik Galigó titkárságáról. Milyen csikos? Tényleg jól néz ki. Azelőtt csak valami fetszintettem. Kaptál már? Nem, csak a bolt férjem. Hol van Siprics? Nem jön. Most már azért igazán túlzás. Úgy volt, hogy ma befejezi a betegszabadságot is jön. Be is állított 9-kor, be is fejezte a betegszabadságot. Akkor? Kezébe nyomták a felmondó levelet, és sütj! Azonnali hatállyal. Ennyi, Siprics, Siprics, Kipa. Képtelenség, főnököm, akit sosem láttam. Hát most már nem is fogok. Most mesélte a tippernője, aki felhozta a nívó díjakat. Mi történt? Majd kiderült. Vagy nem. Nem is sejtett? Annyi mindent locsognak, de szerencsére ezt a meccset nem azon a pályán játszak, ahol én fotizok. És a szerződései, amiket Siprics-sel kötöttem? Azokat majd az új Alibor átnézi betűről betűre. Tudod, ilyenkor így szokás. Megnézik, hogy miért készült a 13 rész árából 6, akkor a különbség. Miért ment a producer 2 méter Indiában, ráadásul egy illetéktelen személye. Tudod, ilyenkor átnézik a dolgokat, így szokás. Minden papíromban. De nekem is. Hogy idével jeleztem, felküldtem Siprics titkárságára, és másolatom is van. Szóval feljelent. Én csak tettem a dolgom, védtem az aligúrság pénzét. Aligúrtól. Tessék! Az tényleg elég tenyérben már szokás volt. Hú, vagy nem ünnepünk? Én szeretném megkapni a nívódiát. Igaz, igaz, a jövő elég bizonytalan. Bárki számítható. A múlt érdemei mégis változatlanok. Száki Imolának. És Páder Annának az Olló című műsorban nyújtott teljesítményükért. Sajga Zsoltnak. És Szállás Editnek a Gyermekek a Föld körül című produkcióban nyújtott teljesítményükért. Végezetül Kriston Tamás főszerkesztőnek. Nekem kiadja. Csak főnök teheti. Andi. Beosztott soha. Segítsen már valakinek a szegénynek! Kriston Tamásnak a művészeti műsorok színvonalának emeléséért. Milyen szép is a legalitás. Arra gondoltam, hogy kanyarítok egy kis beszédet is a díjhoz, de hát a megváltozott körülmények... Amellé csekk is. Jobb a csekk, mint a csók. Váltsátok a minél előbb. Esetleg visszavonják? Zavaros idők. És ki az új Alib úr? A Svac? Igen. Ezt mondhatjátok volna hamarabb. Sose hallottam. Az a barom! Svanc! Hát ez meg milyen név? Hát ehhez nem mentem volna. Hogy hangzik az már, hogy Svanc név? Ez az, amitől kiütést kapnak a tévéssofőrök, ha vinni kell valahova. A múltkor ruhapróbára vitt a Hideg Jani, és szólt, hogy előre ült, mert előtte a Svancot vitte. Odafele hamburgert talált, visszafele meg hot dogot. Az ülés fele ketchup, fele muster volt. Nem is eszik hamburgert. Cislopi? Senki? Még igazán finom, hogy belearrak az ember úgy recsen, mint azt mondaná, Svanc! Egészségetekre, mindenkinek gratulálok, hogy felszorok a cikihez. Kihez? A Svanchoz. Tudod, együtt focisztunk a vizafogó évében. Én jó hátvéd voltam, jövök a szélső. Olyan passzokat adtam neki, hogy csak na. Persze minden szúrta, ezért hívták cikinek. De nem lehetett kitenni, az apja volt a gyúró. Nem szereti a cikinek hívják? Honnan tudod? Ki szereti, ha így hívják? Zsolt. És én? Semmi változás előtt. A gyerekek tovább bolyonganak a föld körül. Holnap irány Chicago, most kaptál négy díjat. Hát a ma kis látható, hogy te vagy a legjobb. Szervusztok! Sajtó úr! Hát ezt itt ne hagyja! Nekünk lassan kint. Még egy portot. Ezt most bőlem egy főszerkesztő úr. Igazi, házi pálinka. Nehéz helyzetekre való. Magának küldték. Nekem? Kicsom. Ja, ne. Milyen né? Nem né, ne é.
akitől én ne élé vagyok. Hát itt volt Pesten, igen. Itt volt Pesten, és felszaladt hozzám. Én meg meséltem neki arról, hogy milyen remek a főnököm, hát küldött neki egy üveggel, most mi van abban? Semmi. Kér valaki? Isten meccs. Mondd a párikra. Én ma még repülök. Én meg szeretem az állami zárvegyet. Jó van, azért főnök, ha megengedi, én pedig. Mit szeretnél? Valaki fölveszi. Én nem, általában ne élj, aztán mit mondok neki? Fölvegyem én. Nem. Én már kész vagyok, vagy megyek? Lányom, adja csak. Szóval, mikor is jött ez a nej? Két hete. Nem is mondtad. Gondoltam, hogy akkor szólok, ha már elmegy. Szóval, még itt van? Ja. És hol lakik? Hát tudod, senkit nem ismer Pesten. Szóval nálad. Hát igen. További jó szórakozást. Igaz az új alig úr. Hol az a kom? Magán. Tényleg. Még egyszer gratulálok. Köszönjük. Tamás és Han megengedi. Szeretnénk még egyszer megköszönni, ha nem karolt fel bennünket, akkor nem fut be igazoló. És tudja, hogy szerintem a kultúra... Persze, jól van. Nagyon szépen köszönöm. Igazán kedves. Ugye meg vársz. Csak a refülő. Sietek. Repülőszerkesztő úr, ez kóstolja meg! Az van bőségem mindenkiről. Például? Ja, nem isztok meg még ezt a kottyot? Hoppá! A repülős ipricsre törőnek az emberei. Honnan veszed? Hát azért a dolog nem lehet annyira primitív. Hát, dehogy nem. Na várjunk csak. Tamás sosem látta a sipricset. Hát, ha el tudja hitetni Danival. Dani? Igen, jobban vagytok. Sanc, Dani. Vagy kikivel van jobban, az a magán. Igaz, kívánok? Most, hogy figyelmeztetlek, de az átsatám rámázol, szerúcs. Ti ki akarjátok lekenni a nyakam? Nem, ez a szíved van olyan impulzívát. Hadi, keresnek! Bocsánat. Nyugodtan megmondhatod Annának, hogy végteznek normális érzelmek is. Például, hogy nem azért fekszik le az ember valakivel, mert akar tőle valamit, mert ebben szereti. Vagy legalább is. És hogyha még egyszer nyilvánosan cseszeget, úgy összepuszálom a fogait, hogy kimarad a következő címnap. Ezt mind mondjam el neki? A lényeget. Ennyit nem tudok megígyezni, rád vagyom. Nem élek rám, menjünk Chicagóba. Szegényként. És amit Annának üzentem, az nem csak rá van. Vajon még kire, de a fókuszálást öltem, nem vagy zöldörös kalap is. Na hát, én meg ájkidózom. Tényleg, engem is hívtak? Egyszer lejöhetnél hozzánk, nyitottunk. Oké. Majd, hogyha visszajöttem, leviszlek. Ó, igazán kedves vagy, de nem szeretnék átkérni, mi tetszene? Ó, köszönöm. Ami meg Annát illeti, neved a szívedre, mélyre jött. Mélyre? Meteorológia. El kell hitetnie magával, hogy tud annál többet, mint hogy ciklon és anticiklon, amiből egyébként egy szót sem ért, csak nem mosolyogja a sugógépről. És tud valamit? Ó, hogyne, ami a nyomuláshoz kell, egy nő nem sminkelt tank. Olyan, mint egy bulldozer, de igazából sokszor hasznos. Ő töri az utat, én pedig ballagok mögötte és szagolgatom a virágokat, bár Anna után nem sok maradt, most is ő viszett minket a másik csatornára. A másik csatornára? Nem. Örömmel hallom. Nem úgy értettem. Hogy dehogy nem, csak ne higgye, hogy meg lesz. Hát nézze, Bandi, én azt előbb mondtad, előbb Tamásnak, hogy milyen hálás vagy most meg másik csatorna. Attól én még lehetek hálás. A hála csak bizonyos összeghatárig érvényes. Miért? Mennyit kínálnak? Csak locsokunk róla, hidd el. Négyszeres. Honnan tudja? Így szokás. Elsőre, de nem ez a vége. Nézze, Bandi, én kérdezem. Na, ugye nagyon sok a gépek. A golfon parancsolják, a géppel. Hát ez... A gépet lezárják, hogy ne lehessen hozzányúlni, ne lehessen az alazokat változtatni. Ez azt jelenti, hogy Tamás... Mire megjön? Néma a gép. Micsoda gépmoság? Mostanában is szokás. Nos, akkor én lassanként távozom. Nézze, Bandi, amit az előbb mondtam, nem komoly. Az átkidót nem felejtjük a hazaértére, viszlát. Pillanatra, mi volt ilyet, itt ne adja. Tényleg. Tényleg. Viszlát. Éppen csak hivatalos dolgok tárolhatók után.
Kitartja ezt be? Mindig is utáltam. Még a neve meg van. Jó lesz ott. Jó lesz. Elszakadok. Úristenit, aki ezt kitalált! Jó, vannak, mondtad már eleget! Ő, hogy megvan a főszerkesztő úrnak az angorája, amely nem fér fel a liftbe! Fene gondoltam, mikor becsámborgott ide a kockás ingébe, hogy ilyen sokra viszi. Zongora! Jó, hogy kész, már végeztünk! Hát nem, nem egészen. Nem kaptunk megrendelést, és ha nincs megrendelés, akkor Luftwasz! Utoleltek, amikor elküldtem. Még egy zongora! Üstó! Hárfa! Nagy bőgő! Egy egész kurva zenekar! Parancs az parancs, és se tehetek ellene semmit. Biztos megszemeztet, ne érjék meg valami innivalót. Ó, öcskéme! Hogy szédelegél nekem, mi? És felmegy a nagy bőgőt! Na, én is indulok. Nem várja meg? Megy a gép. Este. Csomagolok, meg el kell vinnem a gyereket, közel hozzá. Tulajdonképpen semmi. Csak gondoltam, jól esne neki, ha megvárna. És mit mondanék neki? Nem az én hatáskörön, de ha most elmegy, azt gondolja, hogy csak addig volt fontos, amíg... Én nem olyan. Oh, nem is gondoltam. Elég ronda. Nem értek hozzá. Nem tudom, mit temet rajta a hugom. Tudja, egy évig lógott az ágya fölött, aztán egyszer csak elegedett és odaadta nekem. Én meg vissza Tamásnak, mert hogy az ő illusztrációja. Erre kilógattam. Hát kritikai érzéke az nincs. Rendben, ügyesek ezek a történet, de ennyi. Tényleg elég sokan vannak. Olyan kis aranyosak és sok elférés képe. Hát, ezt magammal viszem, én csak elkallognak. Mégsem várja meg? És erről mindig eszembe jut majd. Nincs benne a munkakörül leírásomban, hogy ilyen üzeneteket közvetítsek. Mondja meg neki, hogy... Nem vagyok üzenetrögzítő. Igen. Ön csak egy helyettes. De helyette akkor magától kérdezem, hogy mit csináljak én egy olyan emberrel, aki nem volt hajlandó kijönni hozzám az indiai folytatásra, holott úgy vártam, hogy majd belevődöttem. Igen, kétségtelen tisztességet, de én nem akarom. Ez hagyta, hogy ez a simlis tolvaj a frissen felszerelt macájával napozzon az indiai óceán partján a produkció költségére, vagyis az enyémre. A csaj még nem is volt 18 millió titró. Mondtam neki én is, hogy használja ki a lehetőséget, de ő... És a sajga szemétségei ellen mit csinál? Jeleztem Siklisnek. És ő? Ha annyira a szívén viselte a sorsát a produkciónak, akkor miért nem csinál semmit? Valószínűleg azért, mert minden adás után kikötött egy bizonyos összeg a számláján. Ezért szerette annyira a produkciót, és ezért fogyott el a pénz. Ennek volna a betegszabadságon, ő is ott tapozott volna az indiai óceán partján. Igen, és maga mindezt tudja és tűri. Ez csak sejtés, nem lehet bizonyítani. Ez a lényeg, mi nálunk mindig minden bizonyíthatatlan. Hát tényleg, hogyha meg sem próbálják bizonyítani. Élni akarok. Akkor mit szenteskedik? Én is. Elevickélni valahogy a gyerekemmel. Filmezni, befejezni ezt a sorozatot, amit én találtam ki. Én szerkesztem, vágom, rendezem, én. És csak azt számít, ami ebben segít. Tamás nagyon fontos, nagyon kedves, de csak egy adalék. Úgy véletlenül jött. Arra ugyan meg kell beszélnem a dolgot a fiúkkal. Most megvet? Én egy ívódias művész, az hogy jövök én ahhoz? Mondja meg Tamásnak, hogy... Megmondtam már, utoljára mondom. Nem vagyok az apja, se a barátja, se az üzletrögzítője. Ha képes, hogy most elmenjen és itt hagyja, és ne várja meg, akkor menjen. De velem ne üzengessen, mert nem adom át. Ha valakit elveszik árulni, akkor tegye azt nyersen és egyenesen várjon. Ívódias. Mi lesz már? Jövök. Andi! Meg, hogy csináltad? Mióta itt vagyok, azóta néztem a tűzlétet, csak sose mertem. A főszerkesztő tartozott beosztása. Azon Ali a tájjal? Tudtad? Indoklás volt? Azt mondták, nem kell. Nem is kell. Beadtak. Pénzügyi szabálytalanság gyanúja. Az a gyerekek a világban. A művészi színvonal zuhanás. Bazd meg az olló. A nívó díjasok. Amilyen a nívó, olyan a díj. Edith? Szállásművésznő, kiment egy kicsit. Csak kiveszek valamit a gépből és pár. A gépedet lezárták. Mi? Benne van 13 rész.
A gépen csak hivatalos anyagok tárolhatók. Ez tévésorozat, ennek a csatornának írtam. És kérte valaki? Nem. Akkor nem hivatalos. Ezért jöttem ide, hogy megcsinálhassam. Ezért jöttél, de nem ezért jöttem. Hát miért? Ami a gépen van, annak annyi. És lehetőleg nagyon jó hozzá, hogy beperelnek érte. Imádnak perelni. Örüljünk, hogy a gyerekeket megúszuk. Hogy? 6 részbe, összes pénz ki, 7 rész hiány. Sajna. És kiírta alá, ki mehet a pénz? És kitolta a kezem alá a papírokat? A helyettes csak az a dolga, hogy kéz alá dolgozzon. Persze az én nyakom is kitöretik, ha akarja, de a helyettesek általában nem utaznak. És rám? Örülhetsz, ha a kirúgással megúszok. Téged csak egy dolog véd, de az fontos. Micsoda? Az, hogy nem vagy elég fontos. Jó napot, főnök! Na? Vége a dolgnak? Már mindenki tudja. Mindig mi vagyunk az elsők. Lista. Világos, mint a nap. Mi van rajta? Hát, hogy minden, az utolsó szegi. Na hát akkor meg. Rendnek kell lenni. Ami az állistán van, azt a raktárt, ami a vénistán, azt kihozzák. Ne rögtön a lépcső alá. Nem, a csapókám aló. Bocsánat, de ilyenkor észnek kell lenni az embernek, amikor ekkora a felfordulás. Na de ezt hiszem, a bocsánat a nevemen van. Nehéjének igaza van, ilyenkor úgy el tudnak tűnni a dolgok. A néhai porzsóknak nagyon sok gondja volt a fogaival, tartok itt egy tartalék műfogsort. Három ilyen befalaszták, amikor kirúgtak egy másik kalibúrat. Na az ő leltárából került elő, a titkárnő olyan nevőkedett. Biztos jó lesz még valamire? Fejek biztonságban, amiért ír. Nincs itt semmi, szófogadtam a nagybátyámnak. Mindig is azt mondta, hogy munkahelyen csak kalap és kabát. Okos ember volt. Amikor kirúgták az Egyesült Izzókból, csak leakasztotta a kalapját, a kabátját, és úgy lépett ki a kapun, hogy vissza se kellett néznie. Ezért kértem az állófogast. Fogas! Bocs! Kabát! Kábelek nagyon fontosak. Az ember kimenti az anyagot, aztán hopp, nincs mivel bedobnia. Jut eszembe, mégis maradt itt valami. Hol van? Mi? A kép. A törpék? Azok. Elég gondák voltak. Nem én mondtam, a szállásművész említette, amikor elvitte. Azt mondtad, csak kiment egy kicsit. Igen, kiment egy kicsit Chicagóba. Képes volt itt hagyni, amikor tudta, hogy mi történik, holott csak este így van ír. Válaszolj! Mit válaszolja? Elmondta szó szerint, ez történt. Képes volt rá. Jaj, bocsánat. Hiszem a dolgokat, a szőnyeget. Na. Tehát bocsánat, ne lépne róla. Jól van, mindjárt ne parancsolgassa, azt sem tudom, hol áll a fejem. Elnézést, azt hittem már lelépett. Persze, lelépett. Megütötte magát? Ne. Azt most megint csupakhoz lett a zakója. A hajszárított meg visszavittem, azt minkesen málnapos, hogy mosolíti. Adja csak. Jó van, most nem erőltetem, hanem fontos. Fiúk, a páncértel benne van a tárbaszó! Ne légy a páncérban van a fiam, új bukós isekkel is vedd ki! Olyan veszélyesen élnek ezek a nyavajások, motorozik. De csak mondott valamit. Persze, kellnek egy új motor, és nem volt appelláta. Edith! Hát az, hogy megy Chicagóba és viszi a törpéket. Üzent valamit? Az, hogy majd erről mindig eszébe jössz, de megmondtam, hogy nem vagy üzenetrögzítő. Nené! A frigiderben van a kólám, meg a joghurtom, ahhoz ne nyújjatok, mert azt nem bírom. Szóval? Csak annyit, hogy majd a törpékről mindig eszébe jössz. Miért ilyen mocskos ez a hely? Hogyan ne tud hozzá csak, mint a többi? Tudod, mit mondott? Három napja volt. Azon a díványon? Istenem! Istenem! Amit ilyen korszokás. Tudod, mit mond? Teljesen mindegy, mit mondott. Azt mondta. Teljesen mindegy, mit mondott. Tudod, varázsdíványok ezek. Amikor valaki ráül, akkor talán még igaz, amikor elkezdi a mondatot, de mire leviszi a mondat végén a hangsúlyt, már biztos, hogy nem. Ha még egyszer azt mondod Edithről, hogy hazug, akkor én... Én a szállásművésznőről? Soha. Ő igazán különleges, csak vértévés. Micsoda? Hát tudod, olyan, aki nem a tükörben igazítja meg a haját, mert monitor képernyőjén, akinek az erejében védhelyett műsor folyik, és a kinyitott belül egy bontírozó gépet találsz. Ezt nem tudom elhenni. Ne, és mi? Hogy nem hiszed? Mit? Semmit.
akármit, bármit. Legöbbet volna az elején nem hiszel el már semmit. Legkevésbé a látogatta a Siprisnek. Én 2 éve nem láttam. Akkor egy komoly zenei műsoron dolgoztam. Azt mondta, jó lesz, csináljam csak. Egy másnak ugyanolyan ragyogó arccal, hagyjam abba, ne csináljam, nem tévészerű. Mondom neki, tegnap még egész más volt, azt mondja, akkor alig úr akartam lenni. Mondom, és most meg már az vagyok. Van még kábel? Ugye, ebben már senki nem akar belelülni. Először, másodszor, harmadszor, pá! És miért vett fel Siprics? Csak találgatni lehet. Rosszul állt a szénája, bukásra állt. El akarta rendezni még az ügyeit, akik a körvéreit, talán már a betegszabi is sokkal volt. Na, majd persze még akart passzírozni egy kicsit, és ehhez kellett egy megbízható fektetlen ember. Miért adta a Nívó díjat az utolsó percben? Talán még kielégítés. Stróman voltam? Hogyan? Olyan sok kitalálta a dolgokat. Szerződéses örömkatona. Miért nem bírt el örülni neki? Pandikán, a bukós isakodat kivettem, a páncélból betettem a hűtőbe a joghurt és a kóla mellé. Köszi! Figyú, először viszem a lámpát, aztán jön a függöny, karl is marad? A jobb olyan viszem. Jó. Ne lenne olyan nehéz ez a lámpa! Na, apám! Be a szekrénybe! De elcsavarozod a fartól, én meg viszem a többi cuccot. Hobbi. Micsoda balek vagyok. Hát csak azért, mert nem vetted el, ami az ölelbe hullott. Tudod, aki nem veszi el, ami elvehet, az nem derékember, csak több hülye. Undorodtam volna. Jó, az más. Loptam volna mindent, mint Sajga, mint Siprics? Ó, nem tudjuk. Csak tudjuk. De legalább ő lebukott. Hát még arra se vennék mérget. Kegyelek ki! Fogni kéne ezt a létrát, mert nem akarok leszédülni, és nem stabil annyira. Fogjam a dereket? Hát nem ártana. Majd én. Jó rendben. Mennyit besavaltam, hogy idehosszuk aztán minek? Ennyi időre? Egyébként kikérem magamnak. Mit? Tulajdonképpen lehülyéztél. Dehogy, csak lehetél volna kicsit korszerű. Toljok a korszerűségre. Na látod, ezt tetszik benne. Nem itt a létezésem számítanám. Nem te voltál a legjobb főnököd, de a legrokonszenvesebb és a legértékesebb. Köszönöm. Erősebben fogjál már, ne csikizz, markolj! És te korszerű vagy? Én csak egy helyettes vagyok. Helyettesek mindig kellenek. Az első van a feje full, a helyettes marad. Viszonylagos nyugi, fél árnyék. Na és persze a lojalitás. Kihez? Hát a főnökhez. Melyikhez? Hát mindig az aktuálishoz. Nem forró vagyok? A szódabékarbona benne van a fizetésemben. Hát segítség, kapjanak el! Megütötte magát? Hát nem magán múlott. De mit tud rá azzal a függvényel, mint egy hibba tehetőernyős? Könyörögtem, hogy fogjátok azt a rohadt lépét, lát rendesen, de csak ti dumáltok mindenféle hülyeségeket, ezek a férfiak! Nem is tudom, mire várok. A leszámolásra. Nem akarok én leszámolni senkivel. A múlmikkal muszáj. A felmódó levelethez nem kaptál egy listát? De, hiszem igen. Na, akkor olvasd. Na, ezt meg melyik művésznő hagyta itt? Mindegy, berakom a hüttőbe, az egy jó verga. Valamelyik keresnék, ott lesz ez is. Jézusom! Amíg ezt nem irattad alá, mindenhol külön egyenként, addig nem fejezted be. De könyv, kazetta rendben, de közvetítőkocsi. Elmész a műszakiakhoz, igazolatot is nálad kamera, a garázsból autó, a sportlöga, a mes, súlyzó, medicillabda, a zenekarhoz, a hangszer. Hangszer? Igen, külön a fogósakhoz, külön a vonósakhoz. Ott igazolják, hogy is nálad nagy bőkült, meg hogy valott. Tévé. És föl sem merül, hogy esetleg nekem is tartoznak valami ide a cég? Na mégis mivel? Na mit tudom én? Például a vizelet, amit láttam a belépéskor. Utolsó felvonás. Nyavajáskó, hogy száradnál el. Nem szárad, ez túlél mindenki.
És ha jegyenék az ablakon, véletlenül. Na, fiú, a tévét álmodozni sem szabad. Egy, két, hét anyád! Mint a villám, te szemét? Csak jó. Nagyon röviden, és csak a lényeget, Krisztal úr feszült. Semmi feszültség. Nincs semmi kötelezettségem. Nyugodtan és feszültségmentesen verem le rajta az Indiai óceán. Beleződünk! Nyugi, te ismertél volna. Remélem, hogy sítre vágnak a hiányzó részekért, mint a húzat. Csak nem gondolod, hogy megúszod. Sorozat megy tovább, itt az új szerződés, és a mutatói aláírásával. Tulajdonképpen ezt akartam bejelenteni, elvégre közös kivódíjas produkciókról van szó. Én kapom nektek az emberi újra. Lenyelte, hogy hiányzik a pénz fele? Itt semmiféle hiányzik. Megesünk, kicsit túl költekeztünk. De biztosítja a hiányzó összeget, így a sorozat megy tovább. És ki fogja vezetni az olmot? Mi lesz vele? Új műsorvezető lesz, és egy új műsorvezető, ha visszajön Chicagóból, akkor ő fogja vezetni. Ki lesz? Művészi döntés, vezetői döntés. Szállás egyik helyett Páder Anna. Páder Anna, ő lesz az, aki külföldre megy majd filmeket forgatni, pedig úgy nem is beszél még idegen nyelvet sem, és ennek ellenére ő forgat külföldön? Kapkor már. Egy kicsit ugye megrágítja, de bőven belefér a keretbe. Szép. És szállásművészi tudja már? Előbb Páteretnál kellett igazosztani. És az Orló holnapi forgatása? Mondom, majd ha visszajön a művész, mert Chicagóból műsorváltozás. Van ilyen. És akkor lesz egy félszár Orló. A címe is egy kicsit megváltozik. Mi lesz? Honnan tudja, majd az új főszerkesztő kitalálja. Zseniális. Szóval a Páder művésznő vezényli a parádét. Egy képernyő, vagy egy képernyő. És Száki Imola, ő neki milyen sors utcának? Ő lesz a cég szóvívője. Az új alig úgy gondolja, hogy a rányosság kérdés is stílus, és a megjelenés jót tesz a cég gazdatának. Szóval Száki Imola fogja lenyeletni az összes biztonságot annak a svancnak a nevében, akiről egy órája még csak annyit mondott, hogy az a barom! Most majd egy kicsit megkontrolódabban nyilatkozik. Nem gondolják, hogy elvállalja. Már elvállalta. Délután össze is hívott egy sajtótájékoztatót, ott fogja bejelenteni a változásokat. Hol a nejéné pálinkája? Szóval csak a Sipricz faragott rá. Dehó! Akkor a végkielégítés kapott, hogy győzze az ügy. Néné! Elvitte a függönyt. A látszat, ugye? Amiért megüntették Sipricset. Látszatot meg kell tartani. A végkielégítésből, tudja a pénzbüntetésre is. Mit is, valam is. És közben kivezette. Fantasztikus. Csak hol az a pálink? Ezek egyébként igazán most működik döntés. Az is, hogy az új főszerkesztő mellé a legtapasztaltabb helyettest adja a Marik úr, hogy most téged Margitát. Természetesen egy éjjavaslatomra. Köszönöm szépen. Szívesen. Örökök hozzon nektek jó híreket. Egy pillanat. Csak gyorsan. Gyors leszek. Edith, itt vagyok neked valamit. Ezt! Te idióta, ezért kicsinálod. Akarsz még egyet? Nem, de te már vedd úgy, hogy a sitten ülsz. Azért ez túlzás volt. A francokat, a minimum. Helyettes úr. Hát tehetek én róla? Á, te, semmire. Szólnom kell a szállásedikre, hogy ne menjek ki a repülőtérre. Majd a sajba szól neki. Ennyivel tartozol neki. Semmivel nem tartozol neki. Nincs vonal. Kikapcsolták. Viszem a telefont is. Kész vagyok. És ez? Eddig nem volt itt. Reggel hozatta, hogy megünnepeljük a Nívódíjat. Igazán kedves. És már viszik is. Ezt ugyan nem.
Itt a helyzet, ki kell üríteni a helyiséget. Laci! Listát! Aha. Nincs rajta, amiről nincs papír, az marad. Jó, szerzek szállító levelet, addig nézzenek körül még egyszer ottkint. De ez tök üres. Mi? Hogy igazít, mi? Tele van húrokkal, meg mit tudom én, hát tudja hány kiló? Tisztelt kaptából hosszú. Na, nahogy isznek le. Szerintem így is szép, és marad. Figyeljen csak. Végigviszem a leszámoló lapját az akadálypályán. Tudja, a kazettatár, a sportkör, a zenekar, írja alá intézet. És ne felejtsen el engedélyt kérni a rendészeten, ha ki akar menni. Hogyhogy? Elvették a belépőket, kifelé csak írásos engedéllyel. Hát, szerettem magával dolgozni. Sokat fogok gondolni magára. Bandi, a központi állományban leszek, és tudod, rám mindig számíthatsz. Igen, tudom. Elpucoljam ki az apóját. Adja csak. Van itt neked még valami. Ma reggel kaptam. A repülőjegy Moszkvába. Moszkva. Az icsi kiállítás rég bezárt. Tudom, de gondoltam, ha se India, se Párizs. Most már nincs túl sok kedve a Moszkvához. Amúgy se tudod használni, csak televíziós kiküldetési engedéllyel, azt meg már nem kapsz. Akkor mire jó? Hát semmire, de a tiéd. Köszönöm. Fiúk, lezárják a szobát. Még maradnék egy kicsit, pár percet. Lehet, hogy engem csak ott lent találsz, mert meg tudod, a sok rohangászás. Hát akkor... Itt megtalálom az illesztési pontokat, ilyen sötétben.
Jézusom, fáj! De. Nincs egy tekés, Sárki, nagyon jó a kultúra. Kanál nem jó? De, az van. Nincs. Teltes későbben vagyok. Nem találkoztál Páderonnával? Majd feldöntött a folyosón. Ugyanis Páderonnal... Nem érdekel, feláll a szőr a hátam, ahogy csak meglátom. Engem csak az érdekel, hogy nem tudtam menni a, beszállni a kocsiból, mert az asszony, vagy gyerekemet csak akkor diéltem az anyámhoz, hogy hol maradt a táskám, csak itt hagyhattam, van a három rekeszes. Ja, az kint van a frigiderben. Hol? Ilyenkor a nejénél frigiderben a legbiztonságosabb. Na, kőesett le a szívemről, megyek is. Várj, nem hívott Sajga? De, de a mobil is a táskámban van. Úgy remélem, nem a mennyitőbet ették. Edith, én... De, ne mond semmit. Üzentem patkóval. Átadta? Kipréseltem belőle. Akkor tudsz mindent. Nehogy azt hitt, hogy azért, mert te most ilyen helyzetben vagy. Véletlen egy versés. Szép volt a háromnak. Amiből két és felett külföldön forgattál. Ez szemrehányás? Csak szerettem volna. Igen, én is szerettem volna. De nem megy. Nekem ott a munkám, az anyám, a lányom. Nem ajnározhatok, fátyolgathatok senkit. Nincs tartalék energiám. Nem tehetem meg, hogy még Apollónő is legyek. Vagy úgy. Félreértesz. Ne. Értem. Na, mennem kell. De Edith, én... Nem mondj semmit, nem bírom a lelkizést. Neked akarok jót, könyörgök! Miért találzod meg magad? Az Isten szerelmére, a Chicagói... Vannak a reptére. Megy a gép. Hát jó. Rendben van, mondd, de csak azért, mert nem akarlak megsérteni. És előre közlöm, hogy úgyis hiába. Fél percet van. Csak téged akartalak megkímélni. Engem te nekímélj, megy egy perc. Jó, megpróbálom. Kint a frigiderben a táskád mellett ott van a patkó fiának a kukós isakja, meg a kóla, meg a joghurt. Na azokhoz ne nyúj, mert ezt a patkó nem bírja. Ezt akartad elmondani? Időn belül voltam? Többeket magammal vittem Chicagóba. Menni kell, főnök. Kint van olyan lesz, hogy zárhassuk. Na, főnök, ennyi volt? Semmi sem maradt itt? Semmi. Hát, Vilmos? Azt ki? Vilmos a körte? Fogadás, én vártam el. Csak mi nem tudtuk, hogy maga lesz a delikvens. De fogadtuk, hogy három fognak. Több volt. Egy-két nappal. Éltányosság is van a világon. Ez igaz. Pillanat. Ez nem Vilmos. De nem is három hónap. Méltányosság. Igaz. Hú, így de szigorú. Korcsok. Oh, mint egy kripta. Amikor így kipakolunk valamit, mindig úgy érzem magam, mint itt valami sírás. Na, jön. Még egy fél perc, majd negyed. Maga tudja. Lepra hely. Ja. Sokan vádolnak minket, nőket azzal, hogy érdekkapcsolatokat teremtünk, és felhasználjuk nőiességünket céljaink elérése érdekében. Nyilvánvalóan ez nem igaz, csak azok a férfiak terjesztik ezt, akik nem képesek megtartani egy nőt. Vegyük például a vezető pozícióval lévő férfi.